Szerbusztok! A mai nap kis Mighty Quest for Epic Loot, és a cél nem más, mint minél több kis várat megnézni így a ti munkáitok közül. Ha minden igaz, akkor itt a régió térképnél ide a Friend Zone-ba mentem bele, és akkor itt kell legyenek a haverok. Hát nem az összes, ahogy nézem, mert itt jó sok van. De itt vannak azok az emberek, akik szerintem engem próbáltak betámadni. De fele tudja, de minden esetre nincs ott, nincs itt mindenki. Esetre itt revansot tudok venni nagyon sok emberen. Nem baj, nézzünk egy kicsit szét így a várakba, hát itt ilyen kisebb szintű várakot ajánl, úgyhogy nem tudom, hogy a többit azt hol lehet előhozni, akiknek esetleg magasabb szintű vára van. Mindenesetre itt a Battle Logban akár közvetlenül revansot is vehetek, ha akarok. Így az embereken. Hát, kivel kezdjük? Flaming Fox. Legyen ő. Úgyhogy ezt a mai epizódot arra szállom, hogy kicsit vártűz nézőbe megyek. Lehet így mondani. Na, úgyhogy Flaming Fox készülj, berédeljük a váradat. Jó. Egy ellenfél mínusz. Hahaha! Itt is vagyok! Fellökök mindenkit! Muhahaha! Oh, szereztem egy kötényt! Remek, na látjuk itt mi van. Oh, védelmező! Jövök! Elmesztem a kard, remek! Hú, azért kemények itt a lények. Még valami nagyon nagy szivatásra számítok a végén, úgyhogy jó lenne HP-t magamra applikálni. Hú, mennyi csapka. Nem rossz, nem rossz. Jó, kezdjük itt. Többet kéne stunnolni a kardomnak, és akkor jó is lenne. Bár, innen elmegyek. Kaptam. Ajjajjaj. Jó, azzal az ijesszal vigyázni kell, mert keményeket üt. Vagy inkább, hogy pontosabban fogalmazzak. Nesze. Jó, közelek a várbörtön végéhez, ha minden jól megy. Itt van Slottingham. Oh. Ó, hogy az a... Utálom ezt a békát. Hát ide még egy erősebb kari kell, hogy ezt a
vackot így megcsináljam. Gyere vissza, béka Blacky! Hát, ezt azért sikerült megvédeni. Elrégyelt, hogy mi a fene ez? Oh. Jó, azért találtunk lootot. Flaming Fox vára! Hát, sajna nem tudtuk kifosztani, de hát annyi baj legyen. 1500 XP. Na lássuk, következő. Itt ilyen kisebb várak vannak. Nézzük, hogy valami cuccot találtunk-e magunknak. Ez nem jó, ez se jó. Wow! Poison damage. Na, ez egy egész jó kis kard. Exceptional, azt mondja, ez is exceptional. Nagyon baba. Jó, most megnézzük Stone Lionnak. Csak nem Stone-nak a vára. Na, de lássuk csak, hogy mi lesz itt. Majd ez ilyen szomszédolós adás lesz itt tűnik. Hát ezek sokkal kisebb szintű várak, mint amilyen én vagyok, úgyhogy... nem kapok érte annyi XP-t, meg úgy nagyon semmit. Hát egy kiklopszot is két ütésre vagyon rakom. Találtak. Kiklopsz. Csárgyom. A loot! Na, valami sapkát találtam. Térre! Az AOE! Jaj, béka Blacky nem. Ilyen, amikor már egy magasabb szinten jövök, egy kisebb szintű várba. Kifosztás megtörtént. Aranyat azt nem kapok. Nem lenne fair. Nézzük csak meg itt a... Mi ez a Create a Challenge? D4V1D. De jó, hogy lehet fogadni, hogy meg tudják-e verni várunkat, és akkor így lehet haverokat invitálni arra, hogy döntsék be a várunkat. Jó pofa. Miért csak ennyi várat ad? Hát itt csak ilyen kis szintű várak vannak, meg 95, 75, 75. Hát megnézzük őt. Donnie, 71,
Vagy 46-11. Jövök! Többieknek a várát nem tudom miért nem listázza ki. Alapvárta jár. Egy ügyésre. Vansatolom a lényeket. Lop volt. No. Megint találtam egy ilyen fejkendőt. Ahoe! Az ő várra az így pajzsolva volt, tehát egy védve van a kifosztás ellen most egy ideig. És se így, se úgy nem tud nem kifosztani. Broadsword, na. Mert védve volt, tátjátok. Na, milyen info van? Kacsa ment. Leköröztem így lényeknek a vadászatában. Castle level 9. Az achievementjei kacsa mennek. Na nézzük meg az ő várbörtönét. Hát potit kéne vennem. Kacsa men, jövök! Kickdrops! Level 2-es kickdrops, amit tudok ki. A csápos hordók. Falazik. Legalább volt egy kis HP gömbbe. Nézzük, mi vár minket erre. Semmi. Nagy büdös semmi. Ilyeneknél egyébként tett a szivatás így a folyosó végében egy kis mobot így elrejteni. Aztán azok ott el kell menni, értem, és csak kihagyja az ember, és akkor az ugye szívás. HP-zét se dobott. Ajjajjajjajjajj. Most kellene gyógyítanom magamat. Ujjajjajj. Houston, baj van. Jó, szégyen a futás, de hasznos vagyok. Ott a vizépoti, hú. Megcsináltam. Ajj.
És blokkolja. Mi az Isten van ott? Jézusom. És egy sárkány, behalok. Gyerünk, aue! Idő lejárt. Hát, így egy picit köményebben kell ám jönni, ha jót akar az ember. Hát a sárkányt már nem hiszem, hogy meg tudom verni. Ilyen kevés HP-val. De jó, jó, jó pofa bört. Nem túl nagy. De célnak éppen megfelel. Hát egy kis agyam lett volna, akkor több HP-val jövök. Új! Ahaj! Eldobtam! A lootot. Na jó, nem baj. Küzdök tovább! Gyere, te dög! Jövök! Na, reméljük a cuccaimat azért megtarthatom. Ez egy jó kis börtön volt. Hát kibaszolni nem ment. Kellett volna poti hozzá, és akkor megvan. Visszajöjjek. Elmegyek potit venni. Na, közben én is beruháztam egy ilyen sárkányra, úgyhogy majd lehet készülni rá. Muhahaha. Azt mondja, hogy két ilyen pottantyú kéne. Jó, azok még ott készülnek egy pár óráig, úgyhogy addig bőven van időm. Nézzük csak, mi van itt. Jó, ezt eladjuk. Ez nem kell. Ez se kell. Ez se kell. Ez manát ad. Semmi jó cucc nem esik. Ja, annó a WoW-ba mondtuk. Esetne már valami epic. És közben egy hullottak a lila cuccok rédeken. Vásárlás meg volt. A kovácsot is fel kell fejleszteni. Fávért 55 physical armor, ez 45. Health és magic armor. A rózsa lovagja. Legátus armor. 4000. Egy a fene. Ezt megvesszük. Na, már is szebben nézek ki, nem de? Na, nézzünk valakit, akit betámadhatok. Castle level 6, nem? Miért nem írja itt a váraknak a szintjét? Meg miért csak ezeket listázza itt ki? Azt valaki magyarázza már nekem el.
Pedig itt vagyok a friend zone-ba. Ha visszaváltok másik régiót, akkor vajon új várakat ad ki? Nem nagyon. Itt vannak a szétbarmolt várak. Kinek a várát, kinek a várát? D4, V4, D1. Castle level 11. Ujjaj. Ez már egy jónak érkezik, de viszont ez védve van. Akkor ezt nem támadjuk be. Nézzünk egy másikat. Magnuica. 13-as, ez is védve van. Ez majd később érdemes lehet bepróbálni. Jiggy City. Oké. Details. Mindegyik pár védve van. Ez 8-as, hát ezt megnézzük. És nincs védve, úgyhogy ki tudjuk fosztani, úgyhogy jadak! Profeto 3! Ó, szegény. Földön fekvő. Csönd legyen! Mi ez van? Az egyik charge-ol, aztán másik charge-ol. Ennyi. Ó, de jön itt a manna bevétel, hegyek. Nem, már megint ez a sarok. Ebben nem rak senki semmit, vagy én nem is értem. Ez mekkora szivatás, hogy oda a végébe raksz egyetlen egy kis szar lény, és akkor azért el kell menni, aztán hogy sokan ugye nem fognak elmenni. Aztán időveszteség. A lényeket is tovább lehet fejleszteni, hogy nézem, ezek még ilyen kis szintűek. Elnézzük erre is, hátha. Sehogy semmi, szomorú vagyok. Nem baj, megyek előre. Kilences vár, úgyhogy azért még kéne, hogy legyen benne, bár lehet, hogy ez a nagy küklopszokra költötte a lényerő forrásokat. Ott a sárki. És ez van potim, úgyhogy az hír. Na jó, most akkor jöhet a képhad alá. Ne! Ne akarom verni időre! Fenébe! Pár másodpercem húgott! Hát... nem baj. Majdnem.
Mázlid, mázlid! Kedvét kaptam valami értesítést. Zieg. Castle level 13, de neki is védve van. Hát, majd visszajövök. De így vesztem el a győzelmi pontjaimat 1000-rel. Nem baj, majd gyertek a váromba, hát ha sikerre járhattok. Várok mindenkit szeretettel. Íme. Majd fejlesztenem is kéne a lényeimnek a képességét. Még keményebbek legyenek. A csapdákat is lehet fejleszteni. Ja, szerintem akkor még egy várat megnézünk. Egyefene megnézzük itt megkormik, meg úgyis sok győzelmi pontja van. Komik. Mi az az üresség? Sehol senki. Na végre valaki. Senki. A lényeg. Csak tovább. Na, mi történt? 531 hónapja. Aha. Túlszárnyaltam Zieget 531 hónapja. Jó dolog az. Castle level 11. Na, Donát várát még megnézem. Neki ráadásul ilyen jó zásztrajai vannak, úgyhogy lehet, hogy már előfizetett valamire. Jézusom, mi ez a dög? Üt, mint az ipari áram. Jó lenne már az a gyógyító képesség, mert hogy őszinte legyek, így elég nehéz az élet. Van sok kis lény. Huf.
Aj, és lesztannolt. Elnéz a fenébe. Lesz a boss. Csapdázik. Ja, és ott a sárki. Jaj. Hát ez egy kemény vár. Láncot. Ez a boss. Még egy potit neki. Elég gépés, hogy leverjem ezt a sárkit. Talán meg lehet. Nem sokon múlt. Nem baj, azért halál nélkül meg. Na, hát ez volt a mai kis szomszédvár néző adás. Gyertek hozzám látogatóba, nézzétek meg a váramat, és én is majd megnézem a tieteket idővel, amíg belátható mennyiségben vagytok, és amíg itt ugye kidobja a váraitokat. Itt azért füstölgő romhalmazokat hagytam magam után itt-ott. Jól van, megköszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő epizódban, ahol még epikusabb lootokat fogok remélem találni. Addig is, Csonti voltam, és köszöntöm a figyelmet. Sziasztok! Na, ez egy jó nyaklánc, ezt be is tesszük. Na, már megérte a mai adás. Sziasztok!